Sziasztok! Az MMA Doccast 19. podcastját hallgatjátok. Én Vitya vagyok, itt van velem állandó beszélgető partnerem Lackó. Sziasztok! És itt van velünk egy nagyon kedves vendégünk, Dic Gusztáv, a Cápa. Sziasztok! Szia Cápa, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Összehoztuk nagy nehezen ezt a beszélgetést, nem egyszerű itt a vírus helyzetre való tekintettel összeülni személyesen, de sikerült menedzselnünk. Hogy vagy? Köszönöm neki. Gödről érkeztél, ennyit elmondhatunk. Egész nyugodtan. Mielőtt megkezdtük itt a felvételt, beszélgettünk arról, hogy hogy vagy, mit csinálsz, de akkor lehet, hogy érdemes lenne itt a hallgatóságunknak egy pár mondatba összefoglalnod. Itt a vírus helyzet alatt hogy működik a dolog? Tudsz edzeni? Mi van most a megkezdett termetekkel, amit ugye itt érintettél nekünk az imént? Hogy állnak ezek a dolgok? Ugye elkezdtünk új fent egy termet, új felállásban gondolom közrejátszik ebben is a vírus, de látszólag nem lesz belőle semmi. Az a helyzet, megmondom őszintén, hogy én pont most vagyok ebben a most vagyok pont egy olyan megértési szakaszban, amikor azt érzem, hogy egy kicsit ezt az egész dolgot, edzést, tartást ugye már nekem csak arról lehet szó 44 évesen, ezt így el kell engednem, így hát itt teljesen mást dob az élet, teljesen más lehetőségek jönnek, és hát van még mondjuk pár jó évem, hogy ezeket kihasználjam, úgyhogy úgy néz ki, hogy nem tudom, hogy fogok-e később edzést tartani, hogy vissza akarok-e térni ebbe a történetbe. Úgy gondolom, hogy foglalkoztam ezzel eleget, az életemnek egy szakasza volt, egy szép szakasza, tök jó emlékeim vannak, ebből maradtak, jók is, főleg jók, maradjunk ennyibe, de hogy úgy néz ki, hogy lassan lezárul ez is. Hát akkor azt mondhatjuk, hogy a profi versenyzői pályafutásodat azt lezártnak tekinted, így hát 44 évesen, ezzel akkor nagy kockázatot nem vállaltam. Úgy szállsz ki ebből, hogy nyertél grappling VB-t, nyertél BJJB-t, és hogyha jól tudom, te volt az első magyar bajnoka is a jitsunak abszolútban. Igen. Jól fogalmaztam? Én ennyire nem emlékszem. Megmondom, jó, készültél. Sok mindent nyertem, a végére emlékszem, a végét, az pont nem arról szólt, az a saját hülyeségem, és hát ugye az oka is valahol annak, hogy nem emlékszem rá. A saját hülyeségem, ugye 3K-ot beúztam a végére, én igazából így erre emlékszem, nem mondom, van ott egy csomó érmem, meg kupám, meg régen, de ezt így tök fontos volt a legény lakásomban, még ugye a csajozós falon a tükör fölött fönt volt az összes. Mostanában valahol így a padlásra kerültek föl, és nem tudom. A prioritások ugye? Változnak. Hát ez egy paradoxon, tehát aki már megnézi a fürdőszobádat, ott már mindegy, hogy szúrja el plafon a kupát, nem? Tehát az ott már csak egy cherry on top. Nekem csak Kobe mezek lóvnak a hálomban, de hát az a... Hát valószínűleg ezért is ilyen szerényes a magánéletekre most ebben nem menjünk el. Igen, amúgy. Én még nem szeretnénk nyilatkozni, az azt mondja, meghallgatja a podcastunkat. Jó, igen, azt beszéltük itt, amíg állítgattuk be a szettet, hogy próbálunk majd nem egy ilyen negatív hangulatú beszélgetést kihozni ebből. És azt is beszéltük, hogy ugye mivel van mostanában egyre több kedves feleséged okán szerintem elsősorban ilyen bulvár jellegű, vagy a civil életből, nem sportoldalról jövő megkeresésed, ezért ezeket a témákat nem akarod annyira boncolgatni, mert ez nyilván... Elég nehéz nekem feldolgozni egyébként is, de valóban olyan lehetőségek, amit hát így a sportban itthon még egy nagyon jó darabig nem lesz, maradjunk abba. Innentől kezdve ugye nekem is két gyerekem van, föl kell nevenem a lányaimat, szeretném szépen befejezni a házam felújítását. Én így, amit előbb beszéltünk, megváltoztak a prioritás. Igen. Álszerény vagy, hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ezeket az ilyen celeb műsorokat, vagy hogy kell nevezni, én követtem, de azért olyan nagyon rosszul nem áll neked ez a szerep. Tehát volt amikor a Berki Krisztián... Én egyet követtem, pont azt, igen. Akkor te kérdezz erről, mert én nekem annyi emlékem van, és itt a házi feladatot nem jól végeztem el, mert ezt mondjuk nem néztem meg, pont ott neked volt konfliktusod is a Berkivel, és azt így nyertétek is azt a műsort. Tehát közönség oldalról volt egy pozitív visszacsatolás. Maximálisan egyébként jól jöttünk a történetben, már csak az is, mert hazahoztunk 10 burgát, ami így jól jött, a sokat segített akkor is.
Berkivel is ugye lemecseltem úgymond a magamért, elmondtam neki, amit gondoltam, én ugye ilyen, elég ilyen, hogy mondjam, olyan srác vagyok, aki ugye elmondja, ugye, aki ilyen, amit gondol. Sajnos ezek nagyon így a műsorból nem derültek ki, valamilyen oknál fogva nem hagyták benne a számára mondjuk, hogy ilyen kellemetlenebb részeket. Végére tök jó feladatot kaptunk, földharcos feladat volt. Hiába volt nehezebb, ugye említetted, hogy nyertem egy pár ilyen abszolút kategóriát, EB-t is, egyébként VB-t is, mindent is, itthon is, hogy én jobban szerettem olyan értem az abszolút kategóriákat, hogy ezt tudjuk, hogy ezeknek a nagy erős embereknek a látványos ugye a bevonulásuk, viszont hát rendszerint többségében nem mondom, hogy ez mindegyikre igaz, de el is fogynak hamar. És ugye én ott is ugye Berkivel is azt a stratégiát ugye választottam, hogy hagytam ott az elején játszani, ott ugrálni. Belálltam statikusan, nem hagytam, hogy mozgasson könnyen. Megtámasztottam a két lába, és akkor indultam el, amikor elfogyott a játékba. Őszintén, ezek nagyon felcsigázott, mert fogalmam sincs, hogy mi lehetett ez a felirat, vagy mi ez a feladat, hogy elmeséltem. Igen, erre a jelenetre én sem emlékszek, láttam belőle pár részt, de ez most nekem sincs meg egyébként, de biztos, hogy meg fogom egymáshoz nézni. Mert ez voltunk így... fogva kötéle, ilyen gumikötéle, és egy ilyen négyzetből kellett indulnunk, hol a saját párunkkal szemben, hol pedig ugye helyet cseréltünk, és... ugye ő állt a Zsuzsival szemben, én meg a Mazsival szemben, jól mondom. És mindegy, a lényeg, hogy a saját feleségünkre, az asszonyainkról kellett levenni a ilyen szíveket egyessével, és ezeket föl kellett rakni, ilyen ragasztani, vagy hát ilyen tapadó koronggal, ilyen ez a tépőzárás, nem tudom, ilyen megvan. Azért leleményes. Föl kellett tenni a szíveket egy oszlopra, és aki a négy szívet előbb felrakta, az hozta haza a pénzt. Nem derül ki, a sajnálom egy kicsit, de oxigénpalackkal állították föl a fődrű. Szóval, hogy én a végén, ugye, én amikor mondtam neki, ugye meg kellett várni, még magához tér igazából, és ugye fölbírt állni, hogy kibírták hirdetni a győztest, akkor én, és ugye mondtam neki, mindenki azt hitte, hogy ezt ilyen, hogy mondjam, ilyen szurkálódás nekem, tök komolyan mondtam neki, hogy fogyjon, azért mondtam neki, hogy fogyjon 20 kilót, mert hogy ennek, hogyha ez akár komoly egészségi következmény is lehetne. Ő se fiatal már. Hát ez hát igen. Én meg fogom nézni ezt a műsort. Most hát igen, és pont ilyen feladatban egy jitsussal, tehát hogy azért ebben nyilván aki tudta, nem, vagy aki nem ismert, jót, azért nem. BV Aureliót lehet, hogy jobbat húzott volna, vagy valami más ilyen celebritás. Nem tudom. Reméltem, hogy nem is fogjuk. Látod, hogy igazából ezért, hogy miért kérdezted, hogy miért kellemetlen nekem ez egész valahol, mert nektek is, hogy ilyen celebe kapcsán, hogyha megnézed, hogy kik jönnek, kik ugranak föl, akkor ez nem feltétlenül az a brigád, amiben ugye nagyon ilyen frankó benne lenni, szóval amiben olyan nagy nem tudom, hogy benne. Őszintén jól hát érezném jó. Magamat közöttük őszintén. Ez jó, hogy te mondod ki, igen, nem nekünk kell, hát ez teljesen triviális, meg benne a nagykereskedelmi csatornákon ez ilyen kínos, de hát hogyha a Gázsi jó? Hát igen, valamit valamiért. A Gázsi az ugye nagyon jó, a brigád az hát, ugye látjátok ti is, hogy kik úgymond ez mi is sehol, ilyen csicska C kategóriás, mit tudom én ki vagyok, a Laki Zsuzsi férje, azért 6000-es instámmal senki, egy bohóc, a Berki az már komoly, az már 400-ban hány ezres, de hát itt sorolhatnám a neveket, nem igazolja semmi azt, hogy miért van ennyivel több, valamit jobban csinál, jobban megél belőle az egész, biztos, hogy mondjam, jó megfelel ennek egy ilyen irányított bóc, aki beleállt ebbe a szerepbe, nem vasalták ki annak erjét soha, de lepattan róla az is, pont ez szarja, hogy mi röhögnek, hogy ki röhög, meg mi röhög, ő tudjon bent léve járni Mercedes-szel azon a nagy
lábon élni, egy ilyen, hát most nem is tudom, igen, most ez új stílus, nem tudom, láttátok a... Nem, én egyébként én nem nagyon követem a kereskedelmi nagyon csatornákat más, sem egyébként. Én sem, nem. Én sem, ma saját magunkat sem nézzük meg, a Berki döntőt azt egyébként láttam, de saját magunkat sem nézzük meg általában a tévben, nem tölt el különösebb büszkeségemet, se a feleségemet, se engem, hogy ott így rendre viszont láthatjuk magunkat, de most, ha már itt tartunk bármilyen szempont ebbe a pandémiás időszakban, vagy vírusos, vagy mint covidos, vagy akármi. Nekünk most nagy segítség, az nem mondom, hogy annyira földob, hogy egymás után nem is tudom, most nem a hanyadik főzőműsorban szerepelek. Ezeket se láttam egyébként így. De hát van ez a pénz, amiért az embert... Korpásodik a haját, ezt Prokop Dóra mondta, azt hiszem, még a 90-es években. Hát azt kell, hogy mondjam, és ez nem a technikai kérdésfér, ez ilyen mélyre még az MMA Dokkász történetében színvonal szempontjából, vagy topik választás szempontjából, mert a Berki Krisztiánról volt szó, tehát ennél rosszabb nem jöhet. Én nálam az előző VV akárkinek a említése verte ki a biztosítékot. Volt ilyen? Volt. Anyway. Na mindegy, nekem most egy várkötésem, mert hogy a civil életből van neked másfajta megkeresésed is, méghozzá egy filmszerep, a Külön Falka című film főszerepét játszod. Igen. Erről gondolom azért szívesebben is mesélsz. Hát ezek már mindenféleképpen, mondom ezt, ugye, mondom, elmondtam ezt, nem tudom, az interjúból nem derült ki, előtte beszéltük, ugye, hogy az egész életem teljesen más irányba mozdul, ez az egyik ilyen történet ebből a film, aminek ugye behúztak a főszerepére, én nem akartam soha, így nem vágytam ilyen, nem voltak ilyen ambícióim, úgymond, hogy ilyen filmszerepeket, meg főszerepeket játszak. Láttak valami műsorba a szörepelni, és az asszonkámmal együtt, és a lényeg, hogy fölhívott a rendező, hogy hát itt szeretné, hogyha bemennék egy castingra. Igen. És hogy hát ő átküld e-mailben egy rövid ilyen szövegrészletet, amit nekem meg kéne tanulnom, és ott el kéne adnom a többiekkel, vagy hát a kamerák előtt, és hát nem csak az elsőre, a sokadik alkalmas, hogy sikerült kinyitnom az e-mailt, nem tanultam meg a szöveget, próbáltam minden módon kitörőközni abból, hogy nekem kellene ezt eljátszani, de aztán a végén úgy néz ki, hogy csak rávettek, és akkor igen, így végül is behúztak ebbe a filmbe, leforgott a film rég, a bemutatójának is már rég meg kellett volna történni, csak sajnos ez is ugye a vírus helyzet miatt Cannes is elmaradt, Kárlóújvári is, Kárlóújváriba pedig megnyertük ezt a First Cut Labet, ez az első vágású filmeknek a programja, nagyon jó kritikákat kapunk mindenhonnan, a szakma is, akik eddig látták a tőlük is. Én is nagyon várom, hogy mit fog ez szólni. Most már így örülök neki, hogy túl vagyok rajta. Soha többet nem akarok filmet, szerepet játszani, megmondom őszintén. Tényleg? Nem, megviselt, nem, egyáltalán nem. Én nem egy könnyű szakma egyébként. Tehát nagyon vékon rétegnek való, aki tényleg csak színészkit. Már csak amit mondtál, hogy e-mailbe kaptál egy szöveget, azt meg kell tanulni, hát tanulnál meg a... Nekem ez... Képzeld el azt például, hogy ezt nekem, hogyha előre mondja valaki, hangosan kiröhögöm, annyit el lehet árulni a filmre, ugye túl sok minden nem mondhatok, de annyit el lehet mondani, hogy ki fogjuk bírni röhögés nélkül. nem lesz egy vidám történet. Egyáltalán nekem például, hogyha az elején azt mondja valaki, hogy én vadidegen emberek előtt, egy forgatáson, kamerák előtt, kitalált helyzetben elsírom magam, akkor azt kirögöm. Anyám látott talán apám temetésén utoljára, a feleségem nem látott. Kétszer is eltört a mécses. Mondom, ezért is kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi vagyok, én is láttam még ezt így egyben, részleteket láttam belőle, azok így erősek voltak, de nagyon kíváncsi vagyok. Hát meg nem is csak az, hogy én, hanem hogy milyen lesz ennek a visszhangja, amely itt szerepeltünk filmben. Hát majd küldjük mi is a feedbacket, hogyha egyszer odáig eljutunk, hogy meg tudjuk nézni, biztos, hogy megfogjuk. Én is nagyon kíváncsi vagyok. Van arról bármi hír, hogy mikor jön a premier? Van, hogy idén nyár elején, pont most itt a kifelé, vagy befelé vette, erről beszéltünk, hogy egy műsor, mindegy, a lényeg, hogy nyár elején, május végén, június elején
kezdhetjük most már ugye kommunikálni a filmet. Az, hogy most végül hol lesz bemutatva, már nem is tudok követni, sem tudom. Ez számomra is meglepetés lesz, de fogtok róla még hallani, ebbe egész biztos, hogy... Na, ez... Én hallottam ezzel kapcsolatban valamit, vagy hát nagyon hasonló dolgokat, mint amit most mondtál a meghatottságról, és azt mondtad, hogy a karakter, akit játszottál, vagy hát játszol a filmben, ő nagyon emlékeztet magadra, illetőleg egy ilyen disztópiára, amivé válhattál volna te is egy rosszabb forgatókönyv esetén. Ezt jól fogalmaztam nagyjából? Nagyon, ez... tökéletesen. Én nem tudtam volna játszani ezt a filmet, hogyha az én életem nem másfél centire kanyarodik el ettől a történettől. Majdnem ugyanezen az éve volt, csak nem tudom, engem így szeret a jóisten valamiért, és végül mindaz a szar, ami ez a szerencsétlen a filmben megtörténik, vele nem történt meg, hanem ilyen szerencsésen jól alakult, és egy sportoló. Akkor ezért is tudtad hitelesen eladni profi, valószínűleg. Profi sportoló, meg Európa és világsztár meg. Rövid, hogy az a kínos helyzetben. Mi lesz ennek a vége, majd meglátjuk. Gondolom a forgatókönyvet azért túl sok mindent nem mondhatsz még, úgyhogy akkor nem is így teszem fel a kérdést, de hogy mielőtt itt a BJJ karrieredre rátérnénk, és akkor gondolom, hogy elutaltál itt a filmszerep kapcsán, és volt azért egy sötétebb időszaka a te felnőtt életed korai szakaszának. Mondtuk, hogy nem beszéljük ezt túl, mert ezt korábban már más helyeken megtettél, de mivel én portré jellegűnek indul a beszélgetés, mielőtt rátérünk itt a magyar MMA kérdéskörére, én azért csak megkérdeznélek erről, hogy beszéltétek korábban, hogy édesapád halála utáni időszakról, drog problémákról, amit követett, vagy hát vágott ketté gyakorlatilag a sport. A sportig bezárólag szakaszról van bármi, amit esetleg mondanál most? Hát ugye a sport kapcsán, ami miatt talán érdekes lehet, ez az, hogy én ugye elmondtam többször milyen interjú kapcsán, hogy miért nem tartottam magamat valójában soha profi sportolónak. Nekem azok a alapok, ami a legtöbb komoly sportolónál, komoly MMA-snál gyerekkorra nyúlik vissza, azok nálam gyakorlatilag hiányoznak teljesen. Nekem, amiről hát annyit elmondhatok én is, hogy ugye édesapám halál után vett egy ilyen nagyon rossz irányt az életem, a kábítószer, abból is heroin, ugye sokáig úgy nézett ki, hogy nem élem meg a 20 éves kort, aztán mit ad Isten, millió dolgom múlt ez igazából, hogy miért is alakult ez így, erről így nem szeretnék, meg nem is ti sem szeretnétek ide nekem addig itt ülni, míg a végére érnénk, de jött a sport, éles váltás volt, tudom, egész egyszerűen olyan helyzetben voltam ott akkor, hogy engem nem csak a kábítószert a börtöntől mentett meg nekem, hogyha én nagyon nagyon szabadságvágyó ember vagyok, nekem az szerintem az lett volna igazából komoly probléma, hogyha akkor börtönbe kerülök, ehhez gyakorlatilag az energiával, amivel előtte a hülyeséget csináltam, azt ugye tök jó volt akkor egy komám, aki egy ukrán srác, akivel zenélgettem, és szívta a véremet, hogy neki van egy 60 kilós, akkor még szó sem volt itt a Max Carvajalról, van egy 60 kilós komája, és hogy ez a két kezemből, hogy akár mekkora vagánynak gondolom én magamat, ez a két kezemből most nyitkött a hátamon. És ezt így hallgattam az ő vagány komáját, és mondtam neki, hogy mondom, figyelj már, mondom, menjünk már le, mondom, a vagány komáthoz, mondom, erre kíváncsi vagyok, mondom, ez repülni is tud. És hogy hát bementem a rossz stílusomba, ott megérkeztem a vagány angyalföldi srácra. Oda mentem, dr. Balnik Andrejnek hívják, egy fluor gégész srác, brazil jiu-jitsu mester,
akkor még ugye barna őbe, ő is ugye Brazíliában. Fülorgégész és Jitsu mester, milyen vélet? Karfiol fülorgégész. Nekem például azért van, nekem szerintem olyan tök normális fülem maradt. Abszolút, ez, én említeni is akartam, hogy megúsztad tök. Nem, a, hanem az Andrei, ez nekünk azonnal kezelte, azonnal szívta, kezelte, oda. Én nem, nekem valahogy nem tudom, én eleve egy ronda gyerek vagyok, most képzeljétek el hatalmas két ilyen karfiol fülem meg a fejemen, az akkor hogy néznék. Pedig azt mondják az öltözt. Úgy néz ki már, csak szerinted ez szexepil, Viktor. Hát ezt azok mondják, akinek az van, de ők se tudom, hogy ezt. Én beleléptem valamilyen blikkes cikkbe, hogy a, vagy ilyen főcímet, hogy Laki Zsuzsi szívdöglesztő férje a filmszerep kapcsán, nem tudom, nem akartam mondani, ugyanazt a vendéget hívjuk. És akkor jön ugye a BJ, vagy most akkor belecsúszunk itt a sportba, és hát nyilván ez az érdekesebbik része. Mi van a magyar brazil jiu-jitsuval meg grapplinggel most? Jobb-e ma ez a szféra? Az biztos, hogy a tömegbázis az, mondhatjuk, hogy megérkezett azért a sportágba az elmúlt 10 évben. Én azt gondolom, de nem akarom a szádba adni a válaszokat, hogy eredményekben is én látok javulást, tehát egyre több érem van, illetve épülnek ki vidéki fellegvárak is, ezt nem tudom, hogy te is így látod-e nagyjából. Jobb-e ma a jiu-jitsu, mint amilyen volt? Lehetne még jobb a jiu-jitsu? Ha igen, hogyan? Sokkal jobb, hát ugye mindenféleképpen a bázis az vitathatatlan. Az edzőtermek száma, a edzések minősége, a versenyzők mennyisége és minősége ugye összehasonlíthatatlan. Ezzel együtt amennyire én tudom, maradjunk abban, hogy nem én vagyok erre feltétlenül a kompetens a személy, de hogy a komolyabb nemzetközi eredményeket azt most nem hozzák a srácok. Itthon sokkal több a verseny lehetőség, azaz most már van, nem csak mi szervezünk, hanem ugye, hát ez is egy hosszabb történet, de nem mennék bele. A tradicionális jiu-jitsusoktól vált ki pár edző, és szervezték újra, gondolták újra a Global Grapplinget hirtelen ötlettől vezérelve. Az most volt 2 hete, azt hiszem szombaton, vagy 3? Igen, de jó, grappling. Egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy most minden gúny nélkül jól felépítették ezt a történetet. Nekem ez így, ez is volt egy kevés közöm, így az elején már nincs. Nincs ehhez se, nem is bánom. Az első versenyeken ott voltam, még bíráskodtam, meg mit tudom én. Kérdezted, hogy miért tartunk itt, ahol tartunk, hogy miért nincsenek komolyabb eredményeink, és ugye erről ezzel kezdtük a beszélgetést is, hogy ilyen nagyon széthúz a brigád, teljesen mindegy, hogy brazil jiu-jitsuról beszélgetünk, teljesen mindegy, hogy MMA-ról beszélgetünk. Én gyakorlatilag nekem, én ahány edzőterembe megfordultam már, pedig egy párba elmentem megveretni magamat, nekem ez az általános tapasztalatom, hogy van nekem klikkesedések, edzőtermi szinten szövetségek, gyakorlatilag tök mindegy, hogy miről beszélek, nincs itthon küzdősport szövetség, se amatőr, se profi, amatőröknél amelyik olimpiát lapátolnak, amit bírnak két kézzel, most én ezt aláírom, ezen kívül lófasz hozzáadott érték semmi, 0-0, mint ha szándékosan döglesztenék, rohasztanák meg, vannak látványsportok, vannak olimpiai sportok, amikben ugye hát tüntetik el a milliárdokat, százmilliárdokat, a küzdősport itthon soha nem volt, én azt gondolom, hogy ki ebből ilyen szempontból kiemelt, és amit nagyon sajnálok azzal együtt, hogy nekem volt sok szponzorom, magánember is, és volt időszak, amikor tényleg nagyon jól éltem szponzorpénzekből, és akkor már igazából csak rajtam múlt az, hogy miért nem tudtam többet kihozni ebből, nem tudtam, szibás döntések, de nem csak ez, hanem gyakorlatilag nekem nagyon súlyosan az alapok hiányoztak, hiányoztak az MMA-hoz, hogy például egy egyszerű dolgot mondjak, hogy nekem például soha nem volt KO kiütésem. Soha embert KO-ra nem ütöttem ki. Nem mondom, hogy edzésen nem fordult elő, de meccsen például soha, amit meccset hozni tudtam, az gyakorlatilag mindent befejezéssel, submission technikával. Akkor az egy grappler. Az grapplernek hívják. És akkor el is könyvelnek már onnantól kezdve. Most lehet, hogy tehát, hogy tegyem fel ezt a kérdést, ilyen piszmondan, tehát ez miért jelent
problémát magaddal kapcsolatban, és az azért kérdezem, mert én hallottam egy interjút 2015 magasságából veled, amikor azt mondtad, hogy még nyitva hagytad egy bunyó kérdését, és azt mondtad, hogy szeretnél legalább egy jó híriget, még hogyha ki is ütnek, de mutatni valami állóharcból, igen, tehát hogy bárhogy is végződjön ez a dolog, csak hogy elmondhass magadról azt, vagy elmondják rólad, hogy a cápa az nem csak egy földharcos. Igen, nem, igen. Tehát hogy volt benned még 5-6 évvel ezelőtt, ez már karrierednek a vége felé érünk, még mindig ilyetén ambíció. Miért probléma az, hogyha valaki egy grappling specialist az MMA-ban? Mert Damian Maia és Jacare Souza, nagyon nagy karrier, és nem is elvárás velük szemben az, hogy ő jól állóharcoljanak. Szóval azért nézzük őket, vagy szeretjük őket, mert ők egy specialisták és művészek az adott területen. Miért van benned ez a fajta ambíció, hogy te... Akikről te beszélsz, ez már nagyon az eleje volt. A Jacare, például a Gracie-ke. Ezek is már 40 pluszosok egyébként. Tehát, hogy... Bőven, sőt 50, talán közelebb az 50. Mondani, akartam, hogy vannak elismert, nagy karriert csináló emberek, akik mindig, még a Jacare még talán kevésbé, de mondjuk a Damian Maia kapcsán abszolút ez a papíröklűség, meg esetlen állóharc, ez megmaradt az idők végezetében. Ő már úgy vanul vissza, hogy az életében embert nem fog. Ryan Hall is ott van, rengeteg ilyen példa. Valami miatt az ember de hogy ez harcot unalmasnak. Én biztos vagyok benne, hogy a Maia az nagyon nyugodtan alszik, és hogyha vele ő ülne itt most itt ebbe a beszélgetésbe, ő mondjuk nem mondaná, vagy nem érezné magát kínosan, vagy szomorkodna hát azon, hogy nem lett jobb állóharcos. Nem lehet, ezt maradjunk, ahogy semmi módon nem lehet összehasonlítani a mi karrierünket. A nekem igazából jó kezdted, mert nekem saját magammal volt ilyen, hogy mondjam, lett volna ilyen elvárásom. És igazából azt sem mondanám, hogy nem tettem érte meg mindent, mert mondom, mindenkivel elmentem magamat elveretni. Teljesen mindegy, az összes boxolóval, kézlábbunyossal, cságáncsossal, birkózóval, én mindenkivel. És így tök sokszor edzésekkel, nem mondom azért egyszer-kétszer verseny, és jobban, de meccsen is, de hogy edzéseken itt tök jó kijött, szóval akkor így úgy éreztem, és így nagyon szerettem volna tényleg ilyen meccsen megmutatni, hogy miért vagyok ember más, hogy mert rengeteg mondom, mindig megkaptam, hogy jó, de a cápa földes, és hogy akit meg tud oldani földön, azt igen, de hogy egyébként nem, és igazuk van. Én is olvastam ilyen kommenteket egyébként. Most így... Igazuk volt, próbáltam én ezt, hogy mondjam, megerőszakolni ezt a dolgot, nem ment. Hogyha ezt úgy kezdem, hogy mit tudom én gyereknek egy ökölvívás utána, hogy tájbox, és végül letállok egy MMA terembe, és ott végül összeállott a fejben az egész történet, az igen. De az a helyzet, hogy amit 30 éves korod környékén egy edzőterembe megy, és utána hát ugye már elvárás szín, ki kell menned, ezért föl kell menned egy stadion elé, vagy mi ez, egy sportcsarnok elé meccs, vagy akár főmeccs, vagy akár, és hogy mondjam, a te is saját magadat, hogy mondjam, terheled, mert nyom össze az, hogy te többet vársz magadtól, mint a... És például mondom, én elverekedtem magamat odáig, úgy húzták, vagy ezért úgy pakolták seggemet, hogy a nadrágomat nem húzták le előtte, értem? Az össze, hogy egészen egyszerűen, amikor az a Jézus már ez mi volt, hogy semmi közöm nem volt hozzá, és nem is az, hogy én ezt másra, hogy tudom elszámolni, mert bár bocsánat, hogy én ezt mondom, én ilyen soha nem voltam, én nem ilyen rajongó párti, én magam sem vagyok egy ilyen rajongó típus, értem, sem nagyon rajongjon senki, én ezt saját magammal nem tudtam ezt így elszámolni. Én is így éreztem, és ezért kérdeztem ezt, nehéz a te helyzeted, vagy a ti helyzetetek, mert ti vagytok szerintem az első generációja a magyar MMA-nak, vagy úttörői, tehát ez meg akkor egy nagyon, szóval nagyon nyers, nagyon kialakulatlan dolog volt. És meg most sincs kialakulva is, egyébként. Maga is, azt hiszem, tehát ott is gyakorlatilag az első évfolyam vagy, hogyha lehet így mondani. Hát így nagyon nehéz, tehát... Ami az BGG-be könnyebbség volt itthon az, hogy én miért vagyok annyiszoros magyar, megézett, meg abszolút kategória, meg mit tudom én milyen bajnok, annak az volt az oka, hogy az elsők között vagyok gyakorlatilag. Most már sokkal-sokkal nehezebb dolgom lenne, ez egész biztos, sokkal nehezebb. Csak ugye ott is, hogy hoztam az eredményeket, tök jó volt, nem volt még profi, mert már itthon nem is szó se volt, amatőr MMA volt, nyertem is ugye amatőr MMA-t, és el akartuk hitetni hát igazából egymással, magunkkal, a nekem sikerült a legnehezebben, hogy mi ezzel így próbálkozhatunk komolyan. Mondom, az elején sikerült, nem mondom, sikerült egy-két azért jobb nevet is
behúzni, megverni, akit így meg tudtam lepni, nem csak itthon külföldön is, de hát a többségében meg igazából a végére, hát inkább úgy mondom, nem jól alakult. De ez se, ez meg a, megint csak a saját hülyeségem, és hogyha már profilmemáról beszélgetünk, akkor egy akkor kérdésre teszek, azt szerinted megengedhet magának egy profilmemás egy olyan, olyan lezárást, hogy és akkor ezzel mindent elmondok a profilmemár karrieremről, hogy ugye Tomislav Spahovics-tól kaptam FFC gálán egy büdös nagy pofont hideg fejjel, ezért, mint ab. Az sokan, azt hiszem, mint a rohadtnád, igen. Hát egyébként, igen, ez ilyen, az többször is fönn van, az háromszor, négyszer is fönn van a YouTube-on. Na már most ez azért, hogyha nem tudom, valakinek van erre türelme, hogy többször is föltegye a Valaki megharagudott. De arra is van, hogy a győztes meccseimet egy csomót levettek személyiségjogokra hivatkozva, szerzőjogokra hivatkozva, mit tudom én mire. Párszor volt is, hogy visszatöltöttem, aztán újra levették. Aztán úgy voltam vele, hogy szóval érdekli ez a, hogy fönn van, vagy nincs fönt. Már sok van, sok győzelmem is van. A nevét se tudnám megmondani, akivel bunyoztam, megmondom őszintén. Mondom, ez egy tök érdekes dolog, mert ti is meg fogjátok érteni onnantól, hogy jön a család, meg jönnek a gyerekek, meg úgy tudom én, egy óriási távolság hirtelen ilyen szakadék nők közétek. Most már nekem ugye otthon, hát ugye befejezem, amit előbb elkezdtem, sikerült a saját ostobasságom miatt Tomislav Spahovics-tól kikaptam, egy csúnya KO-ra ráléptem egy hátsó kézre. Nem egyszer fordult elő, nem is ez az érdekes, hanem ugye én ugye elvileg fél évre eltított utána az orvos mindentől is, attól edzéstől is fejvédőbe se üthették a filmet, semmi. Másfél hónapra mentem Bécsbe meccselni. Hogy kapta versenyengedélyt? Hát szerinted kért valaki, ennyi. Szóval mert nem csináltunk ebből úgy soha különösebb ügyet, ezért maradjunk abban, hogy ez igazából most is való kocsma szint, szóval hogy most is el tudnék menni, ha nagyon akarnék. Nagyon akarnék mindenféle versenyzői engedni nélkül, szerintem még két pálinka után is beengednének egy gálára, főleg most, hogy szerepelek a tévében is, úgyhogy nem csinálnak ebből ügyet. Hol tartottam, Ária? Hát ugye másfél hónapjára rá a KO után. Ja, másfél hónapra volt. Rá, így van. Újabb KO-t sikerült behúznom Bécsbe, akkor gyakorlatilag, hát ugye nekem ott ilyen nagyon komoly egészségügyi problémáim lettek ebből a dologból, mindenféle rosszul értek, görcsös rohamok, amit el tudsz képzelni. Hát minden. Ez nem vicc egyébként. Akkor gyakorlatilag elmondta az orvos, hogy innentől kezdve Gusztának elment az esze, hogyha ezért. Na hát én még egyszer ezért elmentem a moldáv bajnokkal, a Pokatilóval is nagyon kemény gyerek, egy ukrán kommandóssal. Az is elmentem, még leütettem magamat, hogy biztos legyen. Szóval, hogy én ezt is saját magamnak intéztem a lehető legrosszabb módon. Innentől kezdve most hát... Lehet ezt egyébként másképp? Tehát ha megnézzük azt, hogy és csak szigorúan a legnagyobbakra gondolunk, az ökölvívás, most a Floyd pláne kivétel, de a Roy Jones-ot, Iron Mike Tyson-t, aki most 50 pluszosként még megy, most hála Istennek nem ütteti meg magát, de az Anderson Silva-t MMA vonalról, tehát hogy sose elég, rajta kívül már mindenki látja, hogy ennek már tényleg semmi értelme, jó eséllyel anyagi oka sincs ezeknek, vagy biztosan. Nem hiszem, hogy ez a fő motiváció, tehát hogy még a legnagyobbak se tudják ezt jókor jól elengedni. Alig van olyan, aki a csúcson szálljon ki, tehát a küzdősport nem ilyen. Úgyhogy te hoztad szóba ezt a kérdést, bocsánat, csak befejezzél ezt a gondolatot, hogy ezzel kapcsolatban is van benned valami ilyen belső feszültség, hogy nem kellett volna. Tehát az első kiütés után be kellett volna dobni a kesztyűt és megköszönni. Hát mindenféleképpen okosabb lett volna. Na jó, de hát ezt ki az, aki érted? Nagyon sokan vannak, tudnék sorolni neveket. Belovagol a naplementébe. Vannak itthon is, nagyon kevesen, inkább aki eljutott arra a szintre, elveregette magát odáig, de a végén nem állt bele, abból több van, mint aki ott visszafordult. Szóval, hogy gyakorlatilag nagyon kevés itthon, a mai napig nagyon kevés profi MMA-s van, akinek hát úgymond jegyzik a nevét, akinek ismerik a nevét, külföldön hívják külföldi gálákra oktatni akár. Kevés van erről, mi tehetünk,
húz szét a brigád, ahányan vagyunk, annyi fele. Mondom, hogy itt edzőtermi szerveződéseken szintjén megáll a sztori. És hát ugye mi is, ugye nem titok csináltunk, mi csináltuk az első magyar MMA szövetséget annó növényével, és még pár emberre sorolhatnám, de teljesen fölösleges volt. Itt milyen évet írunk most? 2000, mi van most? Hát ez gyakorlatilag 10 éve sztorira beszélgetünk. Teljesen fölösleges volt papírra leírni az egész sztorit. Nem, hogy aláírni, papírra leírni, mert szemét lett az egészből. Azóta sem látok-e mögött semmi szerveződést, mondom, amit tapasztalok, hogy az, hogy mások házasz, hogy gyakorlatilag esik szét lökővívástól kezdve Aha. Most itt belenyúlunk, és ne úgy beleterellek egy ilyen mederbe, de itt annyi érdekes témát vettünk fel, mi is beszéltünk, hogy kellene majd ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy a magyar ökölvívás helyzete a legsiralmasabb. Tehát ott egyértelműen egy nagyon nagy beszakadás van, és ott tényleg egy nagy értékromlás zajlik az elmúlt egy-két évtizedben. Azért a birkózás területén is ez jól megfigyelhető. Viszont, és most terelem vissza az MMA vonalra a szót, hogy azért én értem, azt hiszem, vagy kezdem megérteni, hogy miért ilyen néhol rossz a szájíz nálad, de hogy most a számít valamit, az én véleményem nyilván nem, de hogy kicsit úgy megnyugtatlak ebbe, hogy tényleg ti voltatok az első generáció, ez egy nagyon nyers dolog még, és hogy ez egy ilyen naturális fejlődése szerintem az MMA-nak. Tehát vannak ilyen ilyetén vadhajtások a gyerekcipő miatt. Én azt látom, hogy tehát a mi generációnk, aki most a 20-as évei már, tehát most ér a profi karrierében oda, a Boricsádék, Kisnövényék, lehetne még mondani egy-egy nevet talán, akik már tényleg az elsők, akik profi körülmények között tudnak készülni, akik időbe kezdték, normál időben, amit te mondtál itt a beszélgetésen, külföldre kerültek. Tehát hiszem tőlük kell mérni a magyar MMA-t. Tehát mindaz, ami előtte történt, az, ami veletek történt, az még inkább egy ilyen vakrepülés jellegű dolog volt, és éppen ezért nem szabad nagyon, tehát bármi nemű eredményt is hoz ez, azzal nem szabad szerintem nagyon negatívan hozzáállni, mert hogy ez egy nagyon nyers, kezdetleges dolog volt. Viszont mindenképp fontos volt. Nélkülözhetetlen. Tehát anélkül nem lennének meg most az ADI-ek itt Magyarországon. Igen. Ez egy előfeltétel volt, és annak szerintem még ezek az ilyen gyerekbetegségek, vagy hogy mondjam, hogy velejáró, és anélkül meg talán nem lett. De ez csak az én személyes véleményem. Miért van az, és akkor itt egy kérdést hagyd tegyek föl, hogy a mai magyar jitsu, vagy a mai magyar MMA, az Disgusti nélkül néz ki 2021-ben, és lehet, hogy te is így vizionálod a közeljövőt. Tehát hogy képzelhető el az, hogy annyi kevés számottevő magyar névvel, aki ezen a piacon megjelenik, nincs túl sok, erre gondolok most, megengedheti a magyar MMA vagy a jitsu, hogy mondjuk Disgusti ne legyen ott, aki a következő generáció forgatókönyvét írja. Tehát ez egy nagy luxus. Vannak ügyesek, hiszen sokan volt MMA-s is, ugye, akik itthon, én azt gondolom, hogy nagyon jól meg tudják MMA specifikusan oktatni, felkészíteni komoly versenyző szinteket rajtam kívül is. Bár lenne mindegyiknek egy jó terme, ahol tényleg megfelelő körülmények között tud foglalkozni megfelelő minőségben versenyzőkkel és azokat terelni az úton. Én örülnék neki a legjobban, hogyha hát valóban az van, hogyha mi egy ilyen első generáció voltunk, már pedig azok voltunk, akkor ezt olyanok követnék, akiknek ennek kapcsán vannak megértéseik, felismeréseik, és elkezdenék együtt, hangsúlyozom együtt, egy olyan irányba terelni azt a dolgot, ami ezt megfelelő módon kiszolgálja. Még ezt nem látom, románoknál voltam, Sergio Brebbe verekedtem Bukarestbe, és mondták, hogy ott minket, hogy utána románokat, és kaptam egy magyarokat, bocsánat, és ott kaptam egy nagyon komoly leckét a főszervezőt a meccs után. Furcsa volt az egész, mert nagyon nem erre készültem, mint amit ott elmondtak. Kifordítottam a könyökét, egy ilyen szerencsétlen befejezés tett a történet vége, nem kopogta le időbe a karfeszítést, és ugye kifordítottam a könyökét, komoly sérülést okoztam, ezzel együtt nagyon, nagyon normálisak voltak minden szempontból a fogadtatásunk, a
meccspénzünk, ha összehasonlíthatatlan volt a utána és meccs után, és abszolút érezhető, nem volt bennük semmilyen, nem maradt tüske, úgymond. És én hát megittam ott két pálinkát, és zavaromban megkérdeztem, hogy hát mi ez az óvatatlan ellentét, hogy minket miért utálnak itt ennyire magyarokat, és a Csókai nézett rám, és mondta nekem a főszervező, kiderült, hogy tökéletesen beszél magyarul, és hallgatta, hogy te ezért, és mondja nekem, hogy nem, barátom, azt hiszem rosszul tudod, mi nem utálunk titeket, ti egymást utáljátok. 2015-ben nagyon korrelál, most muszáj, hogy itt közben megjön, azt nyilatkoztad, hogy az MMA kapcsán van valamilyen fejlődési folyamat, vagy egyfajta szerveződés elindult, de már most látod, hogy elindult ezzel párhuzamosan egymás köpködés, és úgy érzed, és itt van az idézet rész, hogy a magyar magyarnak farkasa, és hogy ez itt is előjön. Ezt ma 2021-ben is tartod a magyar MMA? Vagy nem csak MMA-ról, hogy akármit, a Covid helyzetet, a vírus hívőket, a vírus tagadókat, egy végletekig megosztott nemzedék vagyunk, sajnos teljesen mindegy, hogy miről beszélgetünk, legyen az küzdősport, legyen az politika, legyen az vírus helyzet, legyen az bár akármi lófasz, arról szól minden, hogy egyszer mondom, foci meccsen voltam, és utáltam, gyűlöltem, mert azt vártam, hogy ott tényleg foci lesz, és elmentem egy Újpest-Ferencváros rangadóra. Nyugtass meg, hogy a vendégbe ültél. Hát igazából nem, ilyen leleplezem magam. Újpesti barátaimmal mentem ilyen útra, barátaim vannak egyébként Ferencváros. Minden. A lényeg, hogy a francia gondolta volna, és ahhoz viszont 90 perc az elég sok. Hogy semmi másról nem szólt az egész meccs, ezért a két lelátó egymásra szemben, senkit nem érdek a foci, a pálya, rá se néztek. Igen, ez rendkívül elszomorít, és egyszerre dühít is, hogy tényleg azért mennek ki, hogy... És a kurva, anya, kurva, anya. Én nem leszek népszerű, imádom. 90 percen keresztül. A derbit, igen, csak, ami a pályán csak a derbire megy. Na jó, nyilván, de itt ennek nem a labdarúgás minősége különbözteti meg a Fradi Dózsát, bármilyen más bajnoki, én általában a bajnokok ligája meccseket leszámítva, azokra úgy, ha tehetem, kimegyek, de a Fradi Újpestre megyek csak. Igen. Én imádom ezt a hangulatot, ezeket az energiákat. Lehet, ez furán hangzik, meg nem rólam köszönöm ez a beszélgetés, én nagyon szeretem ezeket az indulatokat. Furán vannak becsatornázva, de még mind, tehát legalább jelent valamit ez a én szeretem. Ez még tétre megy. Szeretem akkor ezeket az indulataimat adott esetben kielni. Az, hogy én most 90 percen keresztül höbörögtem, utána berúgtam úgy, hogy taknyon csúsztam hazáig, és azt se tudom, hogy mennyit játszottak, mert arra sem emlékszem. Csak az, hogy mindenki köcsög volt, aki másik színű pólóban volt, mint mi. Szóval nekem ez, mert én egy ilyen ugye egy primitív, egyszerű ketrec harcos srác vagyok 8 általánossal, de nekem ez sekélyes botrány, sekélyes már meg. Nem, ez valahogy engem se ért utol. Igazából én Lakers fan vagyok most már 20 plusz éve, de soha nem éreztem azt, hogy most valakit meg kell késelnem, mert Boston Massben járkál, vagy valami pedig. Hát ők is zseniális nagy riválisok. De egyszerűen nem. Sőt, még hogyha élvezhető a játékuk, még ugyanúgy tudok is nekik szurkolni, mert engem az érdekel, amit ott a pályán mutatnak, és ez ugyanígy van a küzdősportban, gyakorlatilag bármilyen sportban. Próbáltam én is belopni ezt versenyszintre is, és nagyon sokszor nehéz. Jól is jöttem ki, például, hogyha románoknál is, a románokról beszélünk, szerintem ott az, hogy én amikor ugye eltéptem az üzületet, akkor nem felugrottam, és ünnepeltem magamat, ami ilyenkor szokás, hanem ugye a fejéhez kaptam, hogy mondom, bazd meg, már bocsánat, hogy ennek mi értelme volt, miért nem lehetett kopogni, miért kellett megvárni ezt az egészet. Mi tudjuk, hogy ez egy elég kellemetlen sérülés, egy évig egyenesen nem mutat rá a zsákra. Tudjuk. És a lényeg, hogy szerintem ott azzal is sikerült, hogy azért, mert hogy ez így MMA, én mindig is azokat a versenyző, szóval, hogy ezzel együtt ennek van akárki, akármit is van, egy nagyon is egy emberi oldala, és én ezt így próbáltam így ezt a vonalat vinni. Én, akiket így sztárolok a mai napig, meg névnek tartok, meg ez nem titok, elmondtam már sokszor, elmondom most is, például nálam egy etalon, az Fedor Emelianenko. Na már most ezt láttuk, nem? Az hogy jött, 70-es púzussal bejött, megverte a
világot, és 70-es pulzusra kiment, és elég tiszteletben. Zero emóció, hát semmi. Hát ő az extrém ütés, tehát azért igen. Ez már abszolút a ritkaság számba. De értem, amit mondasz, én azt gondolom, mert hogy akik a keleti harcművészeti ágakból, tehát abból a kultúrkörből érkeznek. Japánok az a background... ugyanilyen tiszteletudak. Igen, azon azokra jellemző. Sakuraba is ugye például is. Akik ha mondhatom ezt, az ilyen nyugati típusú, vagy a fejlett civilizált kultúrák erre a jellemző harcművészeti ágakból jönnek, most az ökölvens birkozó bágránra gondolok, ott sokkal több az ilyen beef, vagy ilyen típusú... És egyre nagyobb divat is egyébként. Egy kióst, egy B-s arcot, de nem nagyon-nagyon ritka esetben fogsz látni, beleállni valakinek az arcába, ez sokkal ritkább, ez inkább erre a nyugodt. Sajnos etetik, ez is ilyen megy a proli wirtschaft mindenhol a... Itt ebbe is van, sajnos ez egy igény, vannak emberek, akiknek hát itt vége van, hogy itt a hőbörgésnél, meg a tesztoszteron szagnál, meg a csúnyán nézünk egymás szembe. Én például mérlegelésnél sem volt, soha nem voltam híve annak, hogy én nekem most ott meg kéne próbálni, mit tudom én. Belemászni a fejébe a másiknak. Hogy... Hatásba kerülni, illetve nem is az, hogy megfélemlíteni, hanem szóval, nem tudom, én így a tökre mindig úgy mentem, hogy két felkészült bunyós sportoló azért edzenek, elérték azokat az eredményeket, ami arra predesztinálta, hogy eljutnak ideig. És jót majd bent kiderül, múlik nagyon sok dolgom, mert ugye szerencsét van itt minden, ahogy a napnak sem árt néha jó irányba sütni. De hogy ezzel együtt mindenki beletette magáit, és ez minimum, hogy ezt megtiszteljük. Minimum. Volt nekem ilyen ketrec mellett kellemetlenségem, nekem is belementem ilyen ostoba dolgokba, amit utólag nagyon sajnálok, de... Ezt de... feltétlenül mesél el. Én nem tudom, hogy mire gondolsz, most szerintem ezt sokan nem fogják tudni, hogy nekünk se ismerős a sztori. Hát volt verekedés itthon is ketrec mellett egy... Bunyó után? Mert egy bunyó közben maradjunk abban, amiben sajnos hát én ugye benne voltam nyakig. A nem rajtam múlt, soha eszembe sem jutott volna, ugye Sándor György tolószékes edző, kempómester már sajnos ugye nem él vele, és az ő tanítványaival alakult ki ott egy ilyen helyzet, ami hát ilyen kapott, mindenki kapott, meg egész véletlenül Sándor György is kapott egyet könnyékkel, és nem szándékosan természetszerűleg, hanem ott gondolj bele, amikor 8 ember egymás hegyén hátán nyakába, amit tudom én. Ütsz, akit érsz. Te mit versenyző voltál jelen a helyszínen? Hát ott éppen én meccs után voltam, akkor ott már nyertem, és ugye a következő a hegylakó ment a Halmival, Halmivityával, és akkor volt ez a történet. Nem vagyok rá, mondom, büszke azóta se, meg egyáltalán az, hogy ilyen megtörténhet, de ha már ugye profi MMA-ról beszélgetünk, profi MMA meccsen egy ilyen, az sem, hogy ők egymás közelébe érhetnek, ugye erre lehetőségük sincs, na hát itt nagyon is megvolt, szóval itt sok, mondom, nagyon sok minden szervezettségtől pénzen át a sok minden hiányzik még, és hát nagyon remélem, én is tökre örülnék neki, nagyon sokkal nagyobb lenne, nagyobb büszkeség lenne, hogy fú, nekem valamikor ez az elején bármi közön volt, akkor, hogyha ez egy ilyen irányt vesz, egy olyan magasságokat ér el, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak. De tehát így nem kell ezt ehhez? És most nem tehát kihúzom a nyelvemet a seggedből, nem erről van szó, de hogyha megfogalmaztuk azt, hogy ti vagytok az első generáció, és ugye ti se 30 éve tettétek le a lantot, tehát hogy ki az, aki a most érkező 20-as éveiben, hát akinek most dől el, hogy ebből lesz egy profi karrier, vagy csak kipróbált, aki utat tud ezeknek a gyerekeknek mutatni? Hány jó, tényleg magas szinten guruló ember van Magyarországon? Illetve a nagyon körülményeket is érdemes megemlíteni, tehát, mert sokszor a körülményekkel is. És mondom, ne a nyelvemet lásd a seggedben most itt a kérdés kapcsán, de hogy Ha te azt tehátod össze a kérdésbe, és azt mondom, hogy kicsit megfáradtam ettől, én örülök a legjobban, hogyha valaki majd utat mutat ezeknek, és akkor látjuk a jó magyar srácokat. De hát hány olyan ember van Magyarországon, aki no-gi grapplingbe, submission grapplingbe tud mondjuk egy Európa színvonalú
dolgot mutatni a most 18-20 éves gyerekeknek. Most én nem látok, vagy nem. De ez, hát akkor ez nem kell ezt ehhez például? Tehát ne, most jön a nyelven de... megint a... Nem, de, ott vannak azok az emberek, akik ugye engem is feledzettek erre a feladatra, és azok ott vannak most is, sőt, hát ugye nagyon sok cságáncsos átjött, akik között azért, hát vajuk meg nagyon komoly mesterek, versenyzők futottak, még versenyzők vannak, nagyon komoly eredményekkel, vitathatatlan az összes az én földreviteleimet az övékhez hasonlítani sem lehet a nem mondom, befejezések mennek. Megvan az a versenyző szintű tapasztalat is, ugye nem csak OGB-GB, hanem MMA-ba is, ami hozzá tudnék tenni ez a dologhoz, mondom, próbáltam is párszor. Én azt gondoltam, hogy kell hozzá cápa, de hogy az úgy tűnt hogy rendre, hogy de nem, mert mégsem, mert amit én beletettem, vagy ahogy én viszonyultam ahhoz a dologhoz, azt nem kaptam vissza. És sajnos én egy ilyen, hát ilyen érzelmes faszkalap vagyok, és nekem sokáig sokat tűrök, meg sokat bírok, meg de hogyha van egy pont, ahol úgy érzem, hogy nincs tovább, és nem, akkor ott nekem vége pont. Képjelet, hogy 10 év múlva beszélgetünk, akkor újra valakinek a sarkába látunk majd éppen felkészülni. Legyen így. Itt ezt a kérdést. Ki Magyarország all-time legjobb, vagy három legjobb grapplere, jitsusa? Maxot kivesszük, tehát aki ilyen itt született, és itt kezdte, és... Tradicionális jitsusoktól szeretjük el, most már ugye kint él Amerikában, ő is kint van a Bencével. Szűcs Kristóf. Kristóf. Ő a hetedik podcastünkben volt vendég, vele beszélgettünk, egy tök jót. Szűcs Kristóf, igen. Az nagyon. Most nagyon. Nemrég lett fekete öves. Fél évvel ezelőtt megkaptam. Hát a Kristóf nem ki magas ló vagy. Most már saját akadémiája van, ugye? Instagramon nem tudom, követed, őt mindig persze, nézem, és med neki szépen, szép számol, vannak diákja, hogy szóltak jó. Én nagyon-nagyon örülök, én amikor ugye vele először találkoztam, akkor még egy teljesen hát jitsuzott, csak ugye a tradicionális vonalon volt a Kelemen Rio-ba. Voltam egy időben én is ugye ott az összes edzőt, ez is egy érdekes sztori, hogy ott is egy időben az összes edzőtermükben gyakorlatilag edzéstartó voltam a tradicionális jitsusoknak. Ők abban az időben nem is versenyeztek, ugye együtt kezdtük el annó beszélgetni erről, hogy mit lehetne megcsinálni, mi az, ami hiányzik a mi versenyünkből, amit esetleg így jobban meg is csinálták. Megszűnt velük is a kapcsolatom, uh-huh. Igazából teljesen nem miattam. Nem hívtak egyik pillanatra másikra. Persona non grata-vá váltam a történetbe. A Kristóf mindenképp kiemelkedő figurája. Kristófa nekem hozzá kell tegyen, megmaradt ugye a nagyon jó kapcsolatom. Ő így volt nálam először, talán nem akarok hülyeséget mondani, 3-4 évesen. Na akkor lehetett látni. Nem csak az, hogy ki magaslan jó genetika, hanem fejben is egy hihetetlen intelligens, jó érzés, jó rendezett srác. Na már most, hát hozza is a romanekéktől kezdve azért vannak páran külföldön, akik rendszerűen el kell mondjam, hogy azok, akik ezzel akartak valamit komolyan kezdeni, azok elmentek, minden mentek. Külföldre is. Minden mentek. Külföldre nincs most ilyen, nem tudok olyan nevet mondani itthon aktuálisan, aki tényleg ott lenne a profi VB-ken, a profi mezőnyben, a toppon, a Majd tudom, én nem, három év múlva. Nem tudom, megvan a lehetőséget. Én azt hiszem, hogy nem vagyok fiatal. Mondjuk, meg az ilyen 18-19 éveseknek, akiket így névre én sem vágok, de szoktam látni például a Kecskeméti szál kapcsán. Én ott látok eredményeket világversenyekről, csak őket meg még nem ismerjük. Uh-huh. Hogy utána azt, mert ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy Lila után, vagy tehát hogy utána meg, tehát a feketében megcsinálni ugyanezeket, az ott egy nagyon nagy szakadék van, ezt a Kristóffal hát beszélgettük, világ, igen, tehát az nem más tudjuk, világ, hogy aki 17-18 évesen ügyes és nyer egy EB-t, az utána a feketőben majd mit tud kezdeni, de odáig még vannak azért eredmények, én a kicsiknél ezt látom, vagy ugye elkapok egy-egy nevet, fene tudja, mi lesz ebből. A Max-a mikor beszéltél utoljára életedben? Hú,
Talán egy éve találkoztunk, egy éve beszéltünk, kérdezte, hogy hol vagyok, mit csinálok. Mondtam, hogy igen, talán akkor filmet kezdtem forgatni pont. És hát mondtam, hogy semmit, hogy mondom, nem jitsuzok. Nem volt ez teljesen igaz. Igazából a mai napig tartok ilyen versenyzői szemináriumokat, most így az állandó edzések ugye jó ide szünetelnek. A saját teremben akartam ezt így megcsinálni, meg folytatni, ugye, de ezt elmeséltem, hogy ez sem úgy alakult. Ez egy tök érdekes dolog, mert képzeljétek el azt, hogy engem ugye, hogy itt kiderült a beszélgetésből is, hogy tökre kihúzott egy olyan életszakaszból ez a dolog, amiben hát így bele kellett volna döglenem igazság szerint. És nem csak kihúzott, hanem rengeteg dolgot köszönhetek ennek, a feleségemet is, a cégemet is, a Sensum, a Media, mindegy, nem tudom, hogy ezt el lehet mondani, mindegy. Persze. Itt aztán bármit elmondhatok. Sensum Médiát, az is edzésről indul, és a mai napig ott van, és barátságok, amik a mai napig tartanak, és nagyon fontosak nekem. A Brazil Jiu-Jitsu, például a fekete megszerzése már egyáltalán nem fontos. Azt sem mondom, hogy hányszor nyertem, hogy mit nyertem. Tök érdekes dolog, hogy amiről az egészből is egy kicsit elrontja, de ez az én számízét mérgez igazából, hogy amit sajnálok, hogy ezt az egész versenyzés dolgot, meg bunyós dolgot, ezt így azzal kötöm össze, hogy a végén háromszor zsinórba kikaptam. És nem azzal, hogy előtte hányszor nyertem. Volna itt nálam két dolog, amit mindenképp meg szeretnék kérdezni, illetve nagyon érdekelne a véleményed. Visszacsatolva arra, amit említettél, ez a már-már, nem mondom, hogy védjegye, de úgy, amit az interjúdon mondtál, hogy ember-embernek farkas, vagy magyar-magyarnak farkas, most itt mindegy, hogy fogalmazunk. És én ugye mondtam neked, vagy ugye az imént is így említettem, meg utaltam rá, hogy én nekem nagyon fontos az összetartás, pláne a sporton belül, mert úgy gondolom, hogy ha valami jobbá teheti a világot, vagy az embereket, nagyon sok esetben az a sport. Mi is például így ismerkedtünk meg, hogy jó-e, vagy rossz-e, ezt nem tudom, ez majd még kiderül, de jelen pillanatban tök jó. Szóval, hogy tényleg nemtől, vallástól, akármitől függetlenül sportol, akkor előleg az én olvasatomban annak kéne a főhajtóerőnek lenni, hogy ugye akkor összetartás. Mindegy, hogyha most mit tudom én, küzdenek egymás ellen, előtte, utána, lehetnek spanok, teljesen mindegy. És ugye mondtad, hogy megkérdezted a románoktól, hogy miért utálják ugye a magyarokat, és akkor erre ugye amit adtak választ, hogy igazából nem is erről van szó. Én azt gondolom, illetve te is azt erősítetted meg, és nem csak te, hanem már nagyon sokan, akikkel ilyen dolgokról beszélgettünk a magyar MMA kapcsán, hogy itthon valami miatt ez döcög, lassabban megy, mint a környező országokban. Most vessük Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, a szerb vonalat, vagy áll. Akkor igen, akkor még talán még túl kellemesen is fogalmaztam. És én említettem neked, hogy én arról anno írtam el, hogy a szakdolgozatot, aminek az volt a lényege, hogy valahogy megtalálni azt a diplomatikus középutat az országok között, hogy tudjanak együttműködni. Ne az legyen, hogy te most román vagy, én magyar, akkor én veled nem, vagy fordítva, vagy tök mindegy, szlovák, magyar, teljesen mindegy. Hogy mi a véleményed arról, hogy hogy lehetne itt Magyarországon elindítani valamit? Mik a kulcs tényezők ahhoz, hogy elinduljon valami? Hogy látod te ezt? Esetleg közreműködni a környező országokkal, ahol sikeresen megy, esetleg együtt dolgozni velük? Nekem erre érdekelne. Nekem például nagyon jó kapcsolatom van gyakorlatilag a mai napig a környező országoknak, ugye az MMA csapatéval, versenyszervezővel, ami még akkor kezdődött, és minek után soha nem volt se az, se rám, se akit én vittem versenyezni valahová, soha nem volt igaz, hogy miattunk le kellett volna mondani meccset, vagy. Uh-huh. Szóval ezt így megbecsülik ám kint is. Lehetne, igen, lehetne, nem tudom, hogy mi hogyan kezdődik. Akkor várj, hagyd tegyem föl, szerintem ugyanezt a kérdést egy kicsit másképp. Mi az oka annak, hogy például a szlovákok, a Pestennel beszélgettük ezt a kérdést, ők előrébb járnak MMA vonalon nálunk úgy,
hogy ha a tradicionális küzdősportokban lévő eredményeket az elmúlt évtizedekre visszavetítjük, azokban mi jobbak vagyunk, mint a szlovákok. Mindig is jobbak voltunk. Igen. Ennek ellenére, ha az MMA vonalra és a kurens eredményeket nézzük, akkor ők állva hagynak minket. Hát, mi az oka ennek? Gáláiktól kezdve a versenyzőjéken át, ugye most igen, sorolhatnám egyébként a neveket is, a pénzt tolnak bele, komoly pénzt, komoly edzőket hoznak, komoly termek, komoly sparring partnerok. Megjelent, hogy a kereskedelmi csatornán is MMA, mint így van, olyan. Így van, építik őket, lásd például Boráros a nagyon jól az ilyen megjelenéseket, ezt is tudjuk, hogy nagyon fontos most már így a mai világban ennélkül. Nem karakterépítés, lehet. Ugye? Hogy... Így van, és egész egyszerűen az van, hogy azok az emberek, akik ezt szervezgek, tolják meg a lehetőséget, a pénzt, azok így, hogy mondjam, egymásért, egymás felé dolgozva, nem egymás háta mögött, nem. Szóval egész egyszerűen azok az energiák, amik ott működnek, és nem lengyelek, szlovákok, románok, és sorolhatnám. Figyelj csak, az igaz, hogy a TAU miatt, meg hogy a lát, tehát hogy nagyon sok pénz áramlik a magyar sportba, de mondjuk az MMA-hoz szükséges sport, tehát oda kevés. Tehát biztos, hogy a szlovákoknál jobb a helyzet, de oda, és most jön a kérdésem. Semmi. Hogy őszintén gondoljuk mi azt, hogyha ráöntenénk erre a piacra korlátlan mennyiségű pénzt itthon, abból valami jósül neki? Hogyha ebből megfelelő szakembereket megfizetjük, hazahozunk. Nem lenne itt csak még... Ha megfelelő embereket, hogyha ez szakmaiság övezi, hogyha megfelelő embereket hazahozunk, akár külföldről behozunk olyan edzőket, versenyzőket, futottak meg versenyzőket, akik ezt megfelelő módon versenytapasztalatokkal, megfelelő minőségi edzéssel, egyáltalán megfelelő lelkülettel támogatják ezt a dolgot. Ha itthon el tudjuk hinni emberekkel, hogy igenis ebben van jövő, van kiugrási lehetőség, amiből meg tud élni, amit jelenleg, hát ugye pontosan tudjuk, hogy nincs, senki nem él bele, vagy hát azt talán, aki innen elment. De itthon MMA-ból megélni, talán nem akarok nagyképű lenni, de az egyik utolsó voltam. De az se azért volt, mert hanem már ott ugye nekem a különböző média megjelenések miatt voltak olyan más támogatóim, de az meg az hozzá kell tegyem, az nem az MMA sikerémnek volt köszönhető, hanem hogy elvettem Laki Zsuzsit, Európa szépét. Szóval, hogy ez egy ilyen kontraindukált helyzet volt. Amúgy meg senkit nem láttam még eddig, aki tényleg megengedhette magának. Az a profi az azt jelenti, hogy ebből él, semmi másra a gondja az ég egy adta világon nincsen. Nem kell neki azért, minden számlája ki van fizetve, a tápkér ki van fizetve, a masszás ki van fizetve, a ruházat ki van, a repülőjegy ki van fizetve, a biztosítás ki van fizetve, az egészségügyi ellátás minden az ég egy adta világon, és neked, öcsém, semmi más dolgod nincs, csak mész és versenyz, húzod be ezeket. Ilyen itthon nincs. Igen, és itt vettem észre nagyon érdekes párhuzamot, előbb említetted például pont Boráros Gábort. Ugye a Szlovákiában rendkívül megy a kis cégek bevonása, legyen a tápláléki kiegészítő, legyen az ruha, legyen az klímaberendezésekkel foglalkozó cég, tök mindegy. Egy ilyen Boráros Gábornak most, hogy hasamra kéne csapni, 20-30 szponzora van legalább. De ez a TAO miatt van, nem akartok szállni. A TAO az... Tehát, hogy ugyanígy megvannak ezek a cégek, csak azok leadják TAO-ba ezt a zsugát, csak az elmegy. Te a 2%-ra gondolsz? Vagy nem mi? Az a lényeg, tehát egy sporttámogatás szerintem megmozdul ez a pénz, most ne vigyük el ezt a beszélgetést, innen, 8... csak máshogy van becsatornázva. Aha, de 8, talán 8 TAO sportág van. Ez azt, amit te ezért kisfizet támogatásra kifizetsz, azt a küzdősportolónak fizeted ki, azt nem írod el. Ja, nem, épp ezt mondom, hogy azok a cégek, amiket te gondolsz, amik kint dobnak be pénzt gálára, dobnak be pénzt sportolónak. Ezek magáncégek. Ezek ugyanígy részben. Vagy nem minden, ugyanígy megvannak ezek a támogatók itthon, csak azok a TAO miatt, mert így költséghatékonyabb, leadják a látvány sportágra a küzdősport helyett. Ez megy el labdarúgó akadémiára, de most nem ennyi. Ja, labdarúgásból oda. Nem csodát, ezért van ilyen fantasztikus labdarúgás, igaz? Nem egyszer. Arról lehet, hogy egy ilyen tartalmasabb. És ezzel a szponzoráció kapcsolatban még csak azért is érdekes a számomra, hogy ez az összehasonlítás, hogy Bori Csádit, ha mondjuk összeteszed Boráros Gáborral, és most all due respect mind a kettőnek tényleg. Tehát nem egyszer látom a Facebookon, Instagramon, hogy Ádám
szponzorokat keresett. Igen. Tehát Bellator bunyósról beszélünk, 6 mérkőzésig veretlen volt a Bellatorban, azt hiszem a finish rate az magas volt, tényleg, hogy egy fiatal srácról beszélünk, és úgy kellett neki írni, ha szponzor valami, akkor írjatok. Tehát, hogy hát a Pesten ezt mondta az Etel, aki kapcsán. Miért kell? Tehát, hogy egy Boráros, aki most nem rosszból mondom, de nincs olyan szinten, mint a Ádi, tele van szponzorokkal, sokkal kisebb, és Ádi szegény, meg hogy így szponzor, és ez a gyerek hozza eredményeket. Tényleg. Hát, hogy te ilyen szempontból szerencsés helyzetben voltál pályán. Ettől a két is, igen, én is ezt a Növényi Akadémián igen, kezdtem igen. Edzeni, abba is most, hogy mondod, de hát nem az MMA baj, de lehetne, hozhatna egyébként. Fábián Melinda Detto, azért el lehet. Én attól nem, az még egyébként még ez sem jelent önmagában semmit. Az Ettől, akiból egyébként egészen sok mindent kinézdek, csak hát mondom, ott is hiányzik. Nála ez most dől el. Igen, most. Igen. Most én a barométeren. Sinyi akár. Beszéltünk róla sokat. Nagyon parázs. Ez ugyanaz. Nagyon. Igen. Lehetne, volna azért minden súlycsoportban egy-egy olyan nevem, akiből akármit is föl lehetne építeni, de hát ez nagyon sok pénz. Aztán persze egyébként ez visszafordulhat, mert ugye egy idő után csak hát itthon nálunk, látod, a Berki Krisztiánoknak van 400, nem az olimpikonról beszélek. Igen, még mielőtt. Van 470 ezres követője, mert vasalják a helyét. És az a durva, hogy olimpikonnak lehet, hogy 20 ezer. Szóval az a probléma, hogy olyan szinten vagyunk, hogy mondjam itt a médiánknak, hála időzőjelben elajasítva. Az igényt azt teremtik. Körénk, már pedig borzasztó az, amit csinálnak, olyan embereket állítanak pedesztálra, akit titkolni kéne, hogy a világon van. Az értékrendszer az megborult. Teljesen megvan borulva. Igen. Innentől kezdve hidd el nekem, hogy ebbe egy komoly eredményes küzdősportoló, egyszerűen nem fér be, nem kíváncsi rá a kutya se. És amíg azokat a pénzeket, amit futballba el lehet, ugye horror milliárdok, amiket el lehet tüntetni, nem csak csarnokok építésére, hanem ugye fizetések gyanán. Kapu mögé betonfalat egyből. Persze, meg alagutat alá. Amíg ez a szemlélet, addig ez itthon nem fog változni, már pedig a szemlélet az, hogy ez mitől változik, meg mikor változik, meg hát én nagyon remélem, hogy látni fogjuk meg én is. Visszatérve, ne felejts, amit kérdezni szerettél, mert visszatérve még így MMA karriereddel kapcsolatosan. Igen, nagyon meglepett, én nem tudtam egyébként, hogy legalábbis a Tapology szerint az első profi MMA mérkőzésed Vég Attila Pumukli ellen volt. És mondom, ez bátor vállalás, akárhogy is veszed. 2008-9-et írunk, azt hiszem, és jó, wow, elsőként Attilával kezdeni. Azért az Ati sem volt az még. Az tisztelet. Neki ott már volt 15 mérkőzés, volt, 12 1-es, 2-es rekordja volt valahogy így. Volt, hát hol Szilaj, ezért nagyon. Ezt, figyelj, nem először gondoltam életemben, és nem is utoljára gondoltam túl magam. Ott azt sem tudom, mire vállaltam, de hát mondom még egy pár nevet, azért tudnék ilyet mondani. Én gyakorlatilag Európa összes top bunyósával az én súlyomba mentem. Többségében megverettem magamat, nem mondom, mert volt olyan is, akit sikerült megverni, de hogy belőlem így, és ez se feltétlenül jó, hogy így nekem nem eszem volt ez az egészen, nem tököm. És ez nem biztos, hogy egy ilyen szerencsés alapállás. Veszélyes tud lenni a küzdősportoknál. Veszélyes tud lenni. És egyben nélkülözhetetlen is. Én ugye beszéltünk itt arról, hogy én hogy jöttem ebbe a körbe, ez így feltételez sok mindent arról, hogy én hogyan szocializálódtam anno gyermekkoromban. Nálam ez inkább soha nem volt kérdés, hogy vállalom-e a bunyót, az, hogy kivel, az is mindegy volt. Soha nem mondanám azt, hogy így veszíteni mentem, mert tényleg én így elhittem magamról, hogy most győzni tudok. Amíg amikor egymás után, ugye a végén zsinórba kikaptam kétszer harmadikra, és úgy mentem fel, hogy én győzni fogok. Úgy sem sikerült. Mondom azt, hogy én ezt vállaltam, a profi, az, hogy valaki vállal a profi MMA-t, az attól még nem biztos, hogy az is. Ami nekem ez megvolt, komolyan megvolt, azok a földharc az egyik összetevője ennek a történetnek. A kéz, a kézláb külön,
azt is tudjuk, hogy egy teljesen más, ugye ezt belekezdtem, hogy egy edzésen teljesen más, egy edzés teljesen más terhelés, teljesen másképp jön ki belőled. Az, ami edzésen tök jól megy, és egy felszabadult játék alkalmával még a boxolók is megdicsérnek, hogy na igen, ez azt meccsen eltöröd a mozgást, eltöröd az egyenest. És ennek semmi más. A például ez is profinak a feltétele, és jó fel kell tudni készíteni valakit, mert ez is pszichológia. Vannak emberek, akiket úgymond nem kell, mert akik életterük ez a közeg, és élteti őket minden módon. Van egy csomó ilyen, például egyébként az eteleket is ilyenre gondolom, akit edzésen elképesztő, amit bír, és ő rá is nagyon érezhető a mozgásán, látható nagyon a mozgásán, hogy ugye ez a terhelés, ez onnantól, hogy közösség, és mondják a nevedést, és hangosan, és füstjét. Az megint más kávéház azért. Nagyon-nagyon. Amatőr és profi között óriási különbség van, Magyarországon profi küzdősport nincs. Semmilyen nincs. Én ezért gyűlölöm a károgókat komment szekciókban, most beszélünk Facebook, Instagram, tök mindegy. Most valaki lehoz egy MMA mérkőzést, legyen az amatőrbe, elverik, és akkor betalálják őt. De hát én nem tudom, bárki az életben végigcsinált, és csak egy edzésről beszéljünk, legyen az Thai box edzés, menjél végig 2 órát. Nem egy hétről beszélünk, nem egy hónapról, nem egy évről, mérkőzésekről, de hogy egy edzést csinálj végig fullba, és rájössz, hogy öregem, ebben meló van. Tehát, hogy ez... Már kalapomat emelem, ha kiállsz a nézők elé. És... De sajnos mondom, és erről beszélünk, ezért vagyunk rosszul hangolva, hogy itt van, hogy senki nem gondol bele, hogy eljutni odáig, hogy neked egyáltalán egy meccs lehetőséget kapjál, hogy és nem biztos, hogy úgy jön ki, és mondom, ez akár hidegfejre állépni egy nagy pofonra, benne van, hogy borzasztó bután borulsz föl. Igen. És hát igen, utána azokon lehet nagyokat kacagni. Ha megnézed rendszerint, akiket kacagni nézőt látsz, meg hozzászólogatni, meg nagy vigyorjeleket, meg mit tudom én, mozgásból felmentett tolószék, majd, hogy nem, bocsánat, nem akarom véletlenül is rossz jelzőt használni, nézőt, akinek tényleg a hűtő és az ágy között a mozgástere gyakorlatilag. Na már most, hogyha egy kritikát, ha mindig nézd meg, hogy kitől kapod. Mert ez igazából ez nem kritika, hogyha a szakmától kapsz kritikát, akkor ez megint másik történet. Igen, akkor az olyan szintű kritika is általában, tehát hogy abban van valami építő. Külön kell választani a kettőt, így van. Persze, abszolút. A kritika így van, egyébként kell is, hogy valami építő jelleget hordozom mindenféle. Feltétlenül. Én adok egy ilyen erős zárszó kérdést, hogyha neked nem maradt. Maradt még valami? Lett volna még egy kérdés. Lőd el, most pedig utána lekeverem. Nagyon zárszó kérdésed van? Lőd el, mert én nekem maradt egy ilyen utolsó csatorna. Engem az érdekelne, mert mostanában egyre nagyobb trend így az MMA-ban, így a UFC-t követve is, hogy egyre több profi bunyós, akinek már van 10-15 éves tapasztalata, kezdi elhagyni a sparingot edzéseken. Mert ugye túl sok felesleges fejsérülés, mire eljutnak a mérkőzésig, már gyakorlatilag ronybabák, ugye egy az, hogy el vannak fáradt, ugye mentálisan sem túl jó. Te ezt hogy látod, mennyire érzed fontosnak a sparingot, illetve ha fontosnak érzed, akkor milyen arányokban, mennyire... Hát itt most nem a light sparringról beszélünk. Nem a light sparringról, hanem mit tudom, mérkőzési imitálás. Így van, igen. Az, hogy az ember éles legyen, hogy meglegyenek a megfelelő automatikák kialakulva, a beigve a mozdulatok egymást követően jól, az adott reakciók, ahhoz kell, az borzasztóan kell a sparring és sparring között óriási különbség van. Sajnos divat küzdősportolókra, full kontakt küzdősportolókra divat szeretik itthon össze-vissza verni egymást. Például nekem ugye volt alkalmam hollandoknál és holland profi csapattal edzeni. Hollandoknál nem. Hollandok vigyáznak egymásra, teljesen más, hogy mondjam, kultúrája van, úgymond az egésznek, náluk hát ez a fogjuk, és a szép, egymást azért, ami... Na már most nem is olyan régen, például a szívem szakadt meg egy nagyon kedves vidéki tanítványom, mert ugye egy vidéki MMA csapatot csinált, szombati edzés után szétrúgták neki, álltak egymást, szétcombozták, hogy felkeményítik ugye a végtagot,
ebből az lett, hogy a Krisztián hazament, az MMA, ez a Maori MMA team volt, sajnos. Hazament, elindult egy vérög a combjából, a tüdő csúcsban állt meg, és tüdőemboliában meghalt. Teljesen feleslegesen 28 éves egészséges fiatalember. Nem játék. Én olyannyira tudom, hogy nem játék ez, ugye nekem ebből lettek nagyon komoly, sőt, hát ugye azóta is tart a memóriámmal, nekem ugye hosszú távon is rövid, már vannak problémák, de megnyugtatott az orvos, hogy Gusztáv lesznek komolyabbak is. Legalábbis így emlékszem. Szóval, hogy igen, el lehet ezt rontani, ezt a dolgot, az embernek egy egészsége van. Én azt gondolom egy ilyen sparringról, hogy óriási szükség van rá, ezzel együtt sparring, mondom, hogy sparring között van, itt a maszk kapcsán elhíresült mondat, hogy vigyázzunk egymásra, uh-huh. Ezt szeretném igen. üzenni a versenyző társaimnak, volt, vagy hát igen, mondjuk versenyző társaimnak, hogyha egy mód van rá, akkor ne edzésen mutassák meg, mert hogy igazából tét nélküli valahol. Hanem akkor tessék elveregedni magukat odáig, és amikor ott vannak fönt, ott aztán meg lehet mutatni, és sok minden beleférne. Abszolút jogos. És egy kicsit én pesszimista vagyok ennek a dolognak kapcsán, szóval, amit a Guszti mondott, ez mindig az. Tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon rossz hozzáállás, és szerintem egy jó vezetőedző az azonnal kiszűrőzgeti, kimazsolázgatja azokat a karaktereket, különösen az újonnan érkezők közül, akik nagyon meg akarják mutatni, és túl átlépik azt a fajta határt. És csoport De hogyha ezt meg is teszed, azért tehát ez a full kont, tehát maga a küzdősport, mint olyan, a magad legyőzése, vagy hát a szintre lépés, az nem megvalósítható szerintem anélkül, hogy te meg legyél ütve. Tehát aki... Hát az persze. Az persze. Más az, amikor egy karrierje csúcsára Zsor Szentpér le tud úgy egy 3 hónapos edzőtábot, hogy nem vereti meg, vagy nem veszi le a fejvédőjét, az már a csúcsok csúcsa, de tehát addig a szintig nem lehet úgy szerintem eljutni, hogy ne legyen megütve. Tehát ez előfeltétel, az menjen labdarúgni, aki ezt nem akarja, és ez magával hozza ezeket a fajta kockázatokat, adott esetben sérüléseket, de szerintem lehet, hogy pessimista vagyok, enélkül nem csak lehet érdekes volt hallani, hogy egyre többen így a UFC-ben is kezdik hanyagolni, de ez a sparringot, csúcs, hogy átalakítják, ez hogy már annyit inkább, hogy Cowboy Cerrone is már. De ezek 35 éves emberek, akik 3 meccsre vannak a visszavonulástól, és neki ők technikailag, tehát már nincs ott már mit, ott már csak kalibrálgatni kell, meg versenyfelkészülni. Mondjuk pont Max Holloway miatt kérdeztem ezt. Nagyon sok a sérülés, szóval ezt azért el kell, hogy mondjam, hogy a mai napig és nem csak a fejsérülések, hanem a hosszú távú hatásai, hanem az ízületeim, főleg kis ízületeim, ugye nekem a jitsu miatt, a gi miatt, a bontások miatt, az ujjaim, nagyon a csuklóim, nagyon könyökeim, vállam ugye szétszakadva, ezért a lábaim szétműtve, minden, Fényes jövő előtt állok, én is látom. Úgyhogy itt ezt, hogy mondjam, ezt nem adják ám olcsón. Hát nem. Bocsát, el pont egy ilyen eszembe jut, egy nagyon régen, tehát a Szűcs Kristófról van szó, még sok évvel ezelőtt beszélgettünk, és kérdeztem, hogy néz ki egy napja, vagy mit csinál holnap, valami ilyen kérdés alatt, és mondtad, hogy edz meg, edzést tart meg, eszik meg, azt mondta, és este belenézem a barátok, közben tök mindegy, és hogy ezt úgy nézi, hogy berak egy teniszlabdát az álla alá, meg gumikötéllel edzi a bokáját. És mondom, hogy ennyire elvetem, hogy utána csinálod, és mondta, hogy hallod, szenzációs, az csak így lehet, az, hogy az izületeimen olyan izomkötegek vannak, mint a karodon. Ez a teniszlabda, jó, ezt nem hallottam. Igen, tehát hogy már akkor, tehát évekkel ezelőtt Kristóf komoly munkát tett abba, hogy azokat az izületeket megvédő ilyen statikus izmokat fejleszén, speciális gyakorlatokat a barátok köztnézési alatt. Mert ezek unalmas. Egyetlen egy dolgot nem értek, hogy miért barátok köztöt nézett közben. Ez amúgy egy metafora, de most mert nem viccel, én tényleg így emlékszem a sztorira, de lehet, hogy fogadjuk ezt egy ilyen metaforaként, valamit nézett. Jó, mindegy. Lehet, hogy Rosalinda volt teljesen. Én nem ismerem, őt szerintem nem barátok köztöt nézett. Meglepődni nem tudom. Ez egy gondolkodó ember. Meglepődnék rajta. Kéne már vele beszélni. Ennek utána járunk, hogy pontosan mit nézett az ominózus sztori alatt. Dísz Gusztáv 40-es éveit közepén elvetted Európa legszebb nőjét, van 2 kislányod, profi karrieredet lezártnak tekinted.
ha 5 év, 10 év múlva beszélgetünk, akkor, akkor hol akarsz lenni, mi a következő cél? Mit kérjünk rajtad számon, hogyha legközelebb találkozunk? Hát a gyakorlatilag az elkövetkező 5-10 évem az nem titok, hogy most ugye itt ennek a film kapcsán is, meg előtte is voltak már nekem ilyen média fellépő szerepléseim, nem is tudom, hogy mondjam ezt. Most úgy néz ki, hogy ezek ilyen előtérbe kerültek, és ugye pusztán anyagi, szimpla, ezért mocskos anyagi okán egész egyszerűen ugye feleségem, 2 gyerek, ugye megbeszéltük, ez nekem föl kell nevelnem, támogatnom az ő életüket minden módon. Jelenleg most nagyon úgy néz ki, hogy ezzel tudok így igazából a legtöbb pénzt hazavinni ebből a történetből. Azt, hogy én kizárom azt, hogy később edzősködjek, akár versenyzők mellett, ilyen versenyzői csapat mellett feltűnjek, ezt abszolút nem tartom kizártnak. Ezzel együtt most nekem ugye itt házat vettünk, föl kell újítani, be kell fejezni. Egy csomó olyan elképzelésünk van, ugye feleségem vállalkozása kapcsán, amit ugye szeretnénk megvalósítani. Olyan életszakaszban vagyok gyakorlatilag, hogy nekem ebbe kell beleállnom, jól megfelelnem ezt a dolgot, hogyha ezen túl vagyok, és marad időm, kedvem, és még mozgok, akkor később is felkérnek persze, akkor mindenféleképpen. Hívtak egyébként külföldre is, nem csak itthon is, hanem külföldre is rendszeres edzést tartónak. Csak akkor az egy olyan életszakaszban volt, amikor ezt így meg tudtam volna tenni, csak ugye ott is egy ilyen térműtét kapcsán csúszott, később elmaradt ez egész dolog. A lényeg, hogy most már nem tudok ebben, nem is akarok annyi figyelmet, energiát fektetni, viszont nagyon szívesen foglalkoznék versenyzőkkel, itt az itt említett nevek közül, ugye, és gyakorlatilag mindenkit edzettem itthon, és ezek ilyen tök jó érzések maradtak bennem ennek kapcsán, nagyon örülnék, hogyha láthatnám az ő nemzetközi sikeréket tényleg, vagy akár az utánuk felnövő generációból. Én lennék a legboldogabb ember, hogyha addigra tényleg itt akár, és azért van szükség, úgy gondolom, ilyen műsorokra, mert akár egy ilyen műsor kapcsán, hallatán egy olyan ember, aki úgy érzi, hogy ezzel tudna volna kedve foglalkozni, és így beletenni azt, amit bele kell ebbe a történetbe. Idővel azt gondolom, mint ahogy ez összes környező országban körülöttünk működik, itt is működnie kéne. Hajrá, húrá! Én úgy érzem, hogy a magyar MMA-nak és a CEPA-nak van még elintézetlen ügye egymással. Van. Reméljük, hogy lesz álmai módunkban még ezeket a dolgokat kibeszélni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Tökéletes befejezés volt. Az MMA Dogcast 19. podcastját hallgattátok. Sziasztok! Sziasztok!